Kedves nézőink, szeptember végén nyitott el a rendőrség a Házhoz megyünk elnevezésű programot, most erről láthatnak egy összeállítást. A Házhoz megyünk program keretében egy héten keresztül találkozhatott a nagy közönség az Ajkai Rendőrkapitányság munkatársaival a Szabadidőközpont információs pultjánál. Miről szól ez a program? Az országos rendőrfőkapitány úr határozta meg ezt részünkre, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét legjobban befolyásol, úgymond lopások megelőzése céljából legyen ez a program. Ez nem egy hónapon keresztül szól igazából, hanem fél éven keresztül, minden hónapban egy héten keresztül megjelenünk itt a Városi Művelődési Központba, és megelőzési tanácsokkal látjuk el ebben a témában a lakosságot. Első körben az ideskorulakra épül rá, hogy nagyon irritálja őket, illetve természetesen minket is, hogyha a besorolásos lopásokkal kapcsolatban folyamatosan őket célozzák meg. Megalapítottak az eljárások során, hogy ezek a bűnözők általában nem a ajkai lakosokból kerülnek ki, hanem átutazó bűnözőkről van szó, és a 8-as számú főútra tekintettel, ahol ugye nagyon gyorsan el tudnak innét súrranni a környékünkről, nehezen tudjuk megtalálni azokat az embereket, hiszen pontos személyre ráírás, pontosan az idősek nem tudnak adni részünkre. Mik a tapasztalatok Ajkán és környékén, hogyan történik ez a fajta bűnözés, ez a besurranásos tolvajlás, van erre valamiféle statisztika? Hát külön statisztikát egyébként nem vezetünk rá, de minden hónapban 2-3 alkalommal történik ilyen bűncselekmény, különböző álszöveggel bemennek az idősekhez. Mindig változik egy kicsikét, de maga a szisztéma ugyanaz, hogy pénzt hoztam, csak kérem, hogy váltsák fel, különböző villanyóra leolvasóként jelentkeznek be, és addig, ameddig az időseknek a figyelmét elterelik, addig a kollégájuk, ismerősök, illetve a barátjuk bemegy a lakásba, szobába, és a szokásos helyeken mindig megtalálható, tehát általában a tiszta ágynemük közé, vagy a konyhában a pénzkazetta mellé teszik oda pénzt, onnét hiszik el és tulajdonítják el onnét őket. És abban a pillanatban ugye még nem veszik észre, hanem amikor elmentek onnét, rá fél óra, vagy egy óra múlva, vagy talán több nap múlva veszik csak észre, akkor pedig már nagyon nehezen tudjuk megalapítani, ki volt az elkövető. Milyen gyakran lehet az elkövetők kilétét felderíteni? Nagyon nehéz, viszont ha egy alkalommal sikerül, akkor nagyon sok bűncselekményt tudunk ráhúzni. Általában több kapitányság dolgozik ebben a témával együtt, és ennek hatható segítségvel tudjuk megalapítani az elkövetőket. Hogyan lehet ellenük védekezni? Védekezni igazából, és ennek a programnak is a lényege, különböző tanácsokat tudunk adni, hogy vagyon biztonság vonatkozásán mire kell odafigyelnünk. Első körben például a családi házaknál, hogy a kapu bejáratot mindig csukjuk be és zárjuk be, független attól, hol megyünk el. Az időseknek mindig előfordul, csak ide mentem a szomszédba az ismerősömhoz, hogy egy dolgot megbeszéljek vele, és abban a pillanatban az emberek kihasználják, akik ebből a bűncselekmény kategóriából élnek, és elkövetik a bűncselekményeket. Ezen a héten milyen bűncselekményekre hívták még fel a figyelmet a trükkös tolvajlásokon kívül? Külön más bűncselekményeknek nem hívtuk fel a figyelmüket. A statisztikai adatokból megalapítható, hogy szerencsére az Ajka kapitányság területén folyamatosan csökkennek a bűncselekmények száma, idei évben körülbelül 20%-kal. Mikor várható a következő ilyen program? A következő program a következő hónap első hetében, és ezt követem minden hónap első hetében tartjuk ezt a programot. Pontos időpontot még nem tudok megmondani, ezt mindig az ajkai szóból, illetve az ajkai képviselőből fogják megtudni.